veszélyes és ipari hulladék depóniák felülvizsgálatáról és az országos környezeti kármentesítési program kiterjesztéséről, valamint a kármegelőzésről szóló HPR 2596. sorszámú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről. Megkérdezem, hogy az előterjesztők részéről igen, látom, Jávor Benedek képviselő úrnak adom meg a szót 5 perces időkeretben, hogy indokolja a tárgysorozatba vételi kérelmet. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! A határozati javaslat, amelyről most szó van, természetesen a kolontári vörösiszap katasztrófának a tapasztalatára reflektál. Látnunk kell, hogy az, ami Kolontáron történt, az nem egy olyan történet, amely máskor, máshol Magyarországon ne következhetne be újra. Számos olyan veszélyes hulladék depónia van az országban, akár vörösiszap depóniák, akár más ipari depóniák, amelyek hasonló kockázatot jelentenek az ország számára. Azt gondoljuk annak érdekében, hogy a kolontári katasztrófa még egyszer Magyarországon ne következhessen be, szükséges ezeknek a veszélyes hulladék depóniáknak a felülvizsgálata, megvizsgálni, hol, milyen anyagok, milyen mennyiségben vannak lerakva, milyen körülmények között, és ezek milyen környezeti kockázatokat jelentenek az ország számára. A határozati javaslat arra hívja fel a kormányt, hogy ezt a felülvizsgálatot végezze el, mérje fel, hogy milyen kockázatokkal kell szembenéznünk, és készítse elő az országos környezeti kármentesítési programnak a kiterjesztését, az ehhez szükséges költségvetési forrásoknak a 2012-es költségvetési törvényben való biztosításával, hogy fel tudjuk számolni azokat a közvetlen kockázatokat, amelyek Kolontáron 10 emberéletet és 30 milliárd forintos kárt követeltek. Azt gondoljuk, hogy ez egy olyan határozati javaslat, amely kapcsolódik a szintén az országgyűlés előtt levő a privatizációs szerződések környezetvédelmi kötelezettségeinek felülvizsgálatára vonatkozó határozati javaslatra, vagy javaslathoz, amelyet kormánypárti képviselők nyújtottak be. Míg azok visszamenőleg az elmúlt 20 év privatizációs szerződéseit vizsgálnák meg, hogy vajon a környezetvédelmi kötelezettségek megfelelően szerepeltek-e a privatizációs szerződésekben, és ezeknek a végrehajtása megtörtént-e. Az általunk Szilágyi László képviselőtársammal együtt benyújtott javaslat a jövőbe tekintve igyekszik megelőzni a kolontárihoz hasonló katasztrófák bekövetkeztét. A határozati javaslat természetesen elsősorban a kormány kezébe helyezi a döntési lehetőséget, hogy a felülvizsgálat nyomán elvégezze azokat a szükséges lépéseket, amelyek elkerülhetetlenek a kockázat csökkentése érdekében. Azt gondoljuk, hogy a privatizációs szerződések felülvizsgálata és a kockázatos hulladékdepóniák, veszélyes ipari depóniák felülvizsgálata együtt adják ki azt a két lábat, amelyen biztosan állhat Magyarország környezeti biztonságának a megteremtése. Ennek érdekében azt kérjük valamennyi képviselőtől, hogy tekintettel arra a tragédiára, amely Magyarországot sújtotta tavaly október 4-én Kolontáron, tekintettel arra, hogy most még volna lehetőség, hogy megelőzzük hasonló katasztrófák bekövetkeztét, támogassák ennek a javaslatnak a tárgysorozatba vételét, támogassák, hogy ez a határozati javaslat elfogadása kerülhessen, és az országgyűlés felszólítsa, felkérje ezzel a kormányt arra, hogy ez a felülvizsgálat a belátható időn belül végbe menjen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő. A Jobbik részéről Kepli Lajos képviselő jelentkezett, megadom a szót 2 percben. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. A Jobbik Magyarországért Mozgalom frakciója támogatta Pálfi képviselő úr és képviselőtársai által benyújtott privatizációs szerződések környezetvédelmi előírásainak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot, és támogatni fogja az LMP által a veszélyes és ipari hulladék depóniák felülvizsgálatáról szóló javaslatot egyaránt. Azonban, ahogy ott elmondtuk, most is el kell, hogy mondjuk, hogy mindez csak egy szépségtapasznak tartjuk egyelőre. A problémák gyökere jóval mélyebben van, akár átvitt értelemben, akár szó szerint, hiszen amíg az ország területét
mondhatni, mafiaszerűen használják veszélyes hulladékok illegális eltüntetésére, addig lehet, hogy jó dolog a legálisan létező ipari és veszélyes hulladék depóniákat felmérni, de semmiképpen sem elégséges, hiszen a fő veszélyforrás nem ezek jelentik. Amíg nem számolunk le kőkeményen a környezeti bűnözéssel és a veszélyes hulladék maffiával, mert így kell, hogy nevezzük, addig ezek csak látszatintézkedések maradnak. Én azt mondom, hogy azokra a hulladékelhelyezésekre és azokra a környezeti potenciális veszélyforrásokra is oda kell figyelni, amelyek nincsenek a környezetvédelmi hatóságok adatbázisában, amikről mégis mindenki tud. Én Veszprém megyei országgyűlési képviselőként azt mondom, hogy a Ajka, Nyirád és Halimba környékén élő emberek közül mindenki egyesével, bárkit megkérdezünk, tud arról, hogy az ottani bezárt bányaüzemekben miként és hogyan hordták le kamionszámra a veszélyes hulladékot a bezárásuk előtt. Mégsem léteznek hivatalosan a hatóság számára ezek a veszélyes hulladéklerakók, én nyilván, mert hogy illegálisan lett odahordva. Azonban az ottani karsztvízat és ivóvízbázis súlyosan veszélyeztetik, és amíg ezeket nem tudjuk feltárni, illetve ennek a folytatását, a veszélyes hulladékmaffia tevékenységét nem tudjuk megakadályozni, addig ezek a javaslatok csak szépségtapaszt jelentenek. Ennek ellenére támogatjuk a kezdeményezést. Köszönöm szépen. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni az elhangzottakra. Jávor Benedek képviselő jelzi, hogy igen, önni a szó. Köszönöm, elnök úr. Kepi képviselő úr felvetésére reagálva, egyetértek azzal, hogy a veszélyes hulladék illegális lerakása, elhelyezése és kezelése egy nagyon fontos probléma, amellyel szemben fel kell lépni hatékonyan. Ugyanakkor azért arra én szeretném felhívni a figyelmét, hogy a kolontári tragédiát egy jogszerűen engedélyek alapján működő cég idézte elő, tehát attól, hogy egy adott cég vagy egy adott létesítmény engedélyek alapján működik, ez korán sem jelenti azt, hogy nyugodtak lehetünk a működése biztonsága felül. Éppen ezért szükséges, hogy az engedélyek alapján működő létesítmények felülvizsgálatára sor kerüljön. Ez a határozati javaslat ezt célozza. És ezt követően természetesen abban egyetértünk, és ehhez az LMP támogatását is a Jobbik meg fogja kapni, ha ilyen tartalmú előterjesztéssel él, hogy az illegális hulladéklerakás, különös tekintettel a veszélyes hulladékok elhelyezésére ezzel szemben hatékony és erőteljes kormányzati hatósági fellépés történjen meg. Ez a határozati javaslat egy szűkebb fókusszal fogalmazza meg a feladatokat. Én ehhez kérem az önök támogatását. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. A határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, tárgysorozatba veszi-e Szilágyi László és Jávor Benedek által előterjesztett HPR 2596. sorszámú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak. Az országgyűlés 84 igen szavazattal, 237 ellenében 2 tartózkodással az előterjesztés tárgysorozatba vételét elutasította. Tisztelt országgyűlés, soron következik a Genfben 2000. május 26. napján kelt a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodáshoz csatolt szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló törvényjavaslat és a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás A és B melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat együttes általános vitája a lezárásig. Az előterjesztéseket TPER 3401. és TPER 3402. sorszámon megismerhették. Megadom a szót Fónagy János nemzeti és fejlesztési államtitkár úrnak 20 perces időkeretben napirendi pont előadójának. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt országgyűlés! Magyarország szerződő fele a veszélyes áruk nemzetközi szállításáról szóló nemzetközi megállapodásoknak.
A veszélyes áruk belvízi szállításáról az ADM megállapodás, a közúti szállításról pedig az ADR megállapodás szól. E nemzetközi megállapodások mellékletét képező terjedelmes szabályzatok tartalmazzák mindazokat az előírásokat, amelynek betartását garantálja a veszélyes áruk, így különösen a robbanóanyagok, gyúlékony, maró, a mérgező, a fertőző anyagok, a rádióaktív anyagok belvízi és közúti szállításának biztonságát, és amelyek végrehajtása a megállapodás szerződő feleinek nemzetközi kötelezettsége. E szabályzatok meghatározzák, hogy mely áruk minősülnek veszélyesnek a szállításban, és azok milyen feltételekkel szállíthatók biztonságosan. Rendelkeznek a veszélyes áruk biztonságos csomagolásáról, jelöléséről, és arról, hogy milyen okmányoknak kell kísérni a szállítmányt, milyen járművel, milyen műszaki követelmények betartásával, milyen hatósági eljárások megtartása mellett szállítható. A nemzetközi szervezetekben folyó munkák eredményeképpen a tudomány és a technika fejlődése, továbbá az alkalmazás során szerzett tapasztalatok azt mind a két közlekedési alágazatnál két évenként módosulnak a szabályzatok, az idei módosítások e sorban illeszkednek. A T3401-es számú törvényjavaslatba foglalt módosítások kihirdetése megkönnyíti a veszélyes árut fuvarozó magyar hajó közlekedését Európa víziútjain, és biztosítja, hogy a magyar víziutakon közlekedő idegen hajók is megfeleljenek a korszerű, biztonsági és környezetvédelmi feltételeknek. A T3402-es számú törvényjavaslatba foglalt módosítások a közúti veszélyes áru szállítására vonatkoznak elsősorban, a multimodális szállítások részét képező közúti szállítást teszik könnyebbé. Emellett mind a két törvényjavaslat azt a célt is szolgálja, hogy az egyes közlekedési alágazatok veszélyes áruk szállításáról szóló előírásai között nagyobb legyen az összhang, az áru feladóját és fuvarozóit ne terheljék indokolatlanul különböző feladatok, ha egy szállítmány az útját például közúton kezdi, belvízen vagy tengeren folytatja, és közúton érkezik meg a végállomásra. A nemzetközi megállapodások módosításainak kihirdetésével az országgyűlés nem csak a nemzetközi szerződésben foglalt kötelezettségének tesz eleget, hanem egyúttal a veszélyes áruk szállítására vonatkozó Európai Unió szabályozás átültetését, átvételét is szolgálja. Tisztelt Országgyűlés! A nemzetközi egyezmények szerint a szóban forgó módosításokat 2011. július 1-től kell a veszélyes áruk nemzetközi szállításában alkalmazni. Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a T3401-es és T3402-es számú törvényjavaslatokat támogatni szíveskedjenek. Köszönöm, elnök úr, a figyelmet. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Gruber Attila képviselő úrnak, a Külügyi Bizottság előadójának 5 perces időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim! A Külügyi Bizottság mai ülésén megtárgyalta a Genfben 2000. május 26-án kelt veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításról szóló európai megállapodáshoz csatolt szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásról szóló törvényjavaslatot, amit önök a T-per 3401 szám alatt találhatnak meg. Ugyancsak megtárgyalta a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításról szóló európai megállapodás A és B melléklete 2014 évi módosításaival és kiegészítésével egységeztetve foglalt szövegének kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot, amit önök T-per 3402 szám alatt találhatnak meg. A bizottság mindkét törvényjavaslatot vita nélkül elfogadásra ajánl önöknek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megkérdezem, tisztelt Országgyűlés, kíván-e valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok. Nyilván akkor államtitkár úr sem kíván élni a felszólalás lehetőségével. Tisztelt Országgyűlés, az együttes általános vitát lezárom.
arra figyelemmel, hogy az előterjesztésekhez módosító indítvány nem érkezett, most a határozathozatalok következnek. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a TPER 3401. sorszámú törvényjavaslatot? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 327 igen szavazattal, egy ellenében tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a TPER 3402. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 324 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés! Soron következik a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény módosításáról Vilniusban elfogadott 1999. június 3-án kelt jegyzőkönyv C függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztés TPER 3403. sorszámon megismerhették. Most az előterjesztői expozé következik, megadom a szót Fónagy János nemzeti fejlesztési államtitkár úrnak, napirendi pont előadójának 20 perces időkeretben. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Magyarország csatlakozott a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezményhez. Ennek az egyezménynek a C függeléke a veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról szóló szabályzat. E szabályzat mintegy 1000 oldalon tartalmazza mindazokat az előírásokat, melynek betartását garantálják a veszélyes áruk, így különösen a robbanóanyagok, gyulékony, maró, mérgező, fertőző anyagok, radioaktív anyagok vasúti szállításának biztonságát, és amelynek végrehajtása Magyarországnak is, és a veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról szóló szabályzat szerződő feleinek is kötelezettsége. Az előzőleg említett előírások meghatározzák, mely áruk minősülnek veszélyesnek a szállításban, és azok milyen feltételekkel szállíthatók biztonságosan. Rendelkeznek a veszélyes áruk biztonságos csomagolásáról, jelöléséről, arról, hogy milyen okmányokkal kell kísérni a szállítmányt, milyen járművel, milyen műszaki követelmények betartásával, illetve milyen hatósági eljárások mellett szállítható. A nemzetközi szervezetekben folyó munkák eredményeképpen tudomány és a technika fejlődése és alkalmazás során szerzett tapasztalatok alapján a veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról szóló szabályzat előírásai két évenként módosulnak, az idei módosítások e sorban illeszkednek és kapcsolódnak az előző két napirende már szereplő úgynevezett ADR és ADN módosításokhoz. A T3403-as számú törvényjavaslatban lévő módosítások a multimodális szállítások megkönnyítésen kívül figyelembe veszik a vasúti szállítás sajátosságait is. Azt a célt is szolgálják, hogy az egyes közlekedési alágazatok veszélyes áruk szállításáról szóló előírásai között nagyobb legyen az összhang, és az áru feladóját és fuvarozóit ne terheljék indokolatlanul különböző feladatok, ha a veszélyes árut különböző közlekedési alágazatok járműveire átrakják. A szabályzat módosításainak hirdetésével az országgyűlés nem csak a nemzetközi szerződésbe foglalt kötelezettségének eleget, tesz eleget, hanem az előzőekhez hasonlóan egyúttal a veszélyes áruk szállítására vonatkozó uniós szabályozás átültetését is szolgálja. Tisztelt országgyűlés! Az egyezmény szerint a szóba forgó módosításokat 2011. július 1-től kell a veszélyes áruk nemzetközi fuvarozásában alkalmazni.
Mindezekre kérem a tisztelt országgyűlést, hogy a T3403-as számú törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen, államtitkár úr. 5 perces időkeretben megadom a szót Csenger Zalán Zsolt képviselő úrnak, a Külügyi Bizottság előadójának. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház. A mai napon a Külügyi Bizottság az előttünk fekvő törvényjavaslatot megvitatta és egyhangulag elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a T-per 3403. sorszámú törvényjavaslatot? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 302 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló 52/2010. július 14-i országgyűlési határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Az Alkotmányügyi Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság önálló indítványát H/3313. sorszámon kapták készhez a képviselők. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a H/3313. sorszámú országgyűlési határozati javaslatot? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 268 igen szavazattal, 38 ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi 4. törvény és egyes törvények pénzügyi bűncselekményekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat záró szavazása. Az előterjesztés T-per 3006. sorszámon, az egységes javaslatot pedig T-per 3006/12. sorszámon kapták készhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a T-per 3006. sorszámú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 275 igen szavazattal, 26 ellenében, 11 tartózkodással a törvényjavaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztés T-per 3197. sorszámon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T-per 3197/6. és 8. sorszámon kapták készhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, így most a határozathozatalok következnek. Felkérem a jegyzőt, Göndör István jegyző urat, ismertesse az ezzel kapcsolatos információkat. Tisztelt országgyűlés! Az ajánlás első és harmadik pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az egyes pontról a Jobbik frakció szavazást kér. Tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás második és negyedik pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 1-től 9-ig terjedő pontjában szereplő indítványokat támogatja.
Ezek közül az ajánlás negyedik pontjában szereplő módosító javaslat elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt országgyűlés, most a támogatott javaslatokról két részletben döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az ajánlás negyedik pontjában szereplő támogatott módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 321 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatot elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egyszerű többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 319 igen szavazattal 2 ellenében tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatokat elfogadta. Tisztelt országgyűlés, a Jobbik kérésére még egy javaslatról döntenünk kell. Az ajánlás első pontjában Szávai István és Gyüre Csaba a harmadik paragrafust új bekezdéssel egészítik ki, amelyben a kérelem előterjesztésének új helyszínét terjesztik elő. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 53 igen szavazattal, 270 ellenében egy tartózkodással a módosító javaslatot elutasította. Tisztelt országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor. Soron következik a világörökségről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztés TPR 387. sorszámon, az egységes javaslatot pedig TPR 387/66. Sorszámon kapták készhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záró vitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a benyújtott módosító javaslatokat összevontan tárgyalja meg az országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Megnyitom a záró vitát. A TPR 387/68. Sorszámú ajánlás 1-től 17-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Igen, megadom a szót Hegedűs Lórántné, Jobbikos képviselőasszonynak. Köszönöm szépen az elnök ura szót, tisztelt ház! A törvényjavaslat vitájában képviselő társaimmal próbáltunk élénken és érdemben részt venni, 16 módosító indítványt terjesztettünk a ház elé, amelynek alapvető mondani valója az volt, hogy egyrészt a fejlesztés fogalmának a tisztázását próbáljuk a törvényjavaslatban megtenni. Nagyon sok helyen szerepelt ez a szó, hogy fejlesztés, és próbáltuk volna ezt a dolgot pontosítani. Rákérdeztünk az előterjesztőknél, hogy konkrétan mire is gondol itt az előterjesztő, meddig terjedhet ennek a fogalomnak az értelmezése a világörökségi várományos világörökségi területeken, világörökségi helyszíneken, illetve azoknak a várományos területein. Illetve a másik az volt, hogy úgy tapasztaljuk, hogy éppen azért, mert vannak olyan fejlesztések, most ezt nagyon szigorúan időzőjelben mondom, amelyek hát mondhatjuk, hogy nem kívánatosak ezeken a területeken, és úgy látjuk, hogy ezek meg is tudnak valósulni, és erre az ETV, illetve a kulturális örökség védelméről szóló törvény
korlátozásai, tiltásai valószínűleg nem elegendőek, hiszen mondom, fizikális valóságban megjelennek ezeken a területeken ezek a bizonyos építmények vagy beruházások, ezért további korlátozásokat, további tilalmakat próbáljunk beépíteni a törvényjavaslatban, például úgy, hogy a kulturális felelős miniszternek a kezébe teszünk olyan jogosítványokat, amelyek segítenék ezeknek a mondjuk így idézőjeles fejlesztéseknek az elbírálását, illetve adott esetben az elutasítását. És megmondom őszintén, a vitában már majdnem, hogy meg is győztek a kormánypárti képviselő társaim, hagytam magamat, vagy hagytuk magunkat, mondhatjuk így, elálltatni, elaltatni, és arra gondoltunk, hogy valóban talán mindig rémeket látunk, talán a foglalkozási ártalom itt, hogy ellenzéki képviselőként mindig olyanokat látunk, vagy olyanokat olyan is ördögöt képzelünk, ahol nincsen is, és ennek alapján aztán a módosító indítványaink leszavazása ellenére a